Sziasztok, Forrási Ákos vagyok, a Biotekus a Lifestyle séfje, és ma egy nagyon király kis ilyen peptide-szerű serpenyős ételt hoztam nektek, amiben szójagranulátumot fogunk használni, ezért vega is lesz. A körete az pedig humusz lesz, amiben szezámkrém helyett magyaróvajat fogok használni, úgyhogy kezdjünk is bele, de előtte mindenféleképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és csatlakozzatok a Lifestyle programba, úgyhogy essünk is neki. Amivel kezdeni fogunk, az a szójagranulátumunk beáztatása lesz, mivel nézzétek meg, ez egy ilyen hát száraz dolog, úgyhogy hidratálnunk kell, és amúgy ez fogja imitálni a húsunkat, úgyhogy ezzel csak annyi dolgunk van, hogy felöntjük vízzel, ez langyos víz, öntünk bele még egy kis szójaszószt, ugye ezzel a szójaszósz jó kis umamis íz fog neki adni, ami azt jelenti, hogy ez az ötödik íz, és ez az umami íz többek között a paradicsomba és a parmezánba is megtalálható. Na de folytassuk tovább, úgyhogy ezt el is keverjük egy picit, így. És amíg foglalkozunk a humusszal, addig ezt félretesszük és hagyjuk ázni. Tehát amíg ázik a szójagranulátumunk, addig összepattintjuk a humuszt, ami igazából egy csicseri borsókrém. Úgyhogy van itt nekünk a csicseri borsónk, amit beletöltünk a kis aprítógépünkbe. Jön még bele római kömény, őrölt, egy teáskanálnyi. Hát ebbe mehet egy kisebb gerezd fokhagyma. Sózzuk. És amit említettem, hogy szezámpaszta helyett magyaróvajat fogunk beletenni. Így. Ehhez szerzünk egy teáskanálat és egy teáskanálnyi magyaróvajat belepattintunk a kis aprítógépünkbe, a maradékot meg le is nyalhatjátok. Imádom a magyaróvajat. Jön még bele bors. Így. És citromlé. Amúgy elég valószínű, hogy ebben majd még fog kelleni folyadék, ami víz lesz, hiszen nem akarom azt, hogy egy ilyen sűrű masszát kapjunk, hanem egy viszonylag laza, krémes állagot akarok elérni. Szuper, nézzétek meg, hogy milyen jó krémes állagot értünk el. Úgyhogy ezzel készen is vagyunk. Amúgy ebben még szívem szerint tennék olívaolajat, de most nem teszünk, mert nem akarok extra zsíradékot belevinni a humuszunkba. Már csak ez a kamuhúsos ragunk van hátra, ami ugye annyiból fog állni, hogy összevágjuk a zöldségeket, és ezzel a szójagranulátummal együtt a kókusz zsíradékon nagy hőmérsékleten átpirítjuk, teszünk hozzá még egy kis magyaróvajat, plusz még ki fogjuk facsarni a szójagranulátumot, és abból a léből, amiben ázott, abból is egy picit fogunk még majd belecsorgatni, hogy egy ilyen szottyosabb, ragusabb állagot kapjunk. Néha kiszoktam vágni a cukkininek ezt a szivacsos belsejét, hogyha túlságosan ilyen szottyos, szivacsos. Jön még bele paprika, egy fél hagyma. Kevés csili, ízlés szerint. Fokhagyma. Egy-kettő gerezd, ez is ízlés szerint. Így ezzel meg is vagyunk, úgyhogy most következik az, hogy kifacsarom a szójagranulátumot. Méghozzá van egy különleges
ilyen szójagranulátum facsaró gépezetem, amit úgy hívnak, hogy a két kezem. Amúgy nagyon durvák ezek a vegán cuccok, ezek a húspótló dolgok, a szejtán, a szója. Így, hogyha édesapámnak odaadnám, hogy kóstolja meg csukott szemmel, szerintem tuti nem tudná megmondani, hogy hús vagy nem hús. Egyszerűen én is meglepődtem, amikor először megkóstoltam életemben, hogy mennyire tényleg ilyen húsos állaga és íze volt ennek az egész történetnek. Amikor felforrósodott a serpenyünk, jöhet bele teáskanálnyi kókuszsír, és a zöldségeket belesuhintjuk. De ez nagyon fontos, hogy halljátok ezt a sistergést, tehát jó forró legyen a serpenyő. Tudjátok, pörzsanyag íz. Már borsozhatjuk is egy kicsit, így, kicsi só. Pár perc pirítás után jöhet bele a szójagranulátum. Ezt is enyhén sózzuk, viszont vigyázzatok, hiszen egy ilyen szójás lében áfszattuk a szóját, tehát inkább kóstoljuk meg, és utána sózzunk, mint hogy elsózzuk. És akkor most jön még bele teáskanálnyi magyaróvaj. Ebből sose elég. És már csak annyi van hátra, hogy meglocsolgatjuk ezzel a lével. Tulajdonképpen rámehet az összes. Így. És akkor ezt most addig forraljuk, amíg egy nem túl nedves, de nem is száraz állagot kapunk. Ezt megkóstoljuk. Rendben van ez só és a fűszerezés. Csipetnyi sót még elbír. Nyilván ez ízlés dolga, de én még teszek bele. Így összeforgatjuk. És kész is. Úgyhogy már csak a tálalás van hátra. Egy kis korianderrel vagy petrezselyemmel szórjátok meg még a végén. Ez legyen a pont az íre, aztán iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Hasonló receptekért csatlakozzatok a Lifestyle programba. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Biotekusa. The feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.